Érdemes letölteni az okos telefonokra a Székesfehérvár alkalmazást, hiszen értesülhetünk a város híreiről, lokális tájékoztatást kaphatunk az egyes szolgáltatásokról. A megújult applikáció kiegészült egy városkártya programmal, várják cégek, szolgáltatók és felhasználók regisztrációját. A cégeknek annyi dolguk van, hogy megkeressenek minket e-mailen keresztül, és akkor velük megállapodunk egy kedvezményprogramban, hogy ők mire gondolnak, milyen kedvezményeket szeretnének adni a felhasználóknak, illetve hogy mi mire gondolunk velük kapcsolatban, ja, és ez az egész ingyenesen történik a cégek meg a szolgáltatók részéről is, tehát nekik sincs ez ügyben szolgáltatási díj, és a felhasználóknak ugyanúgy ők ingyenesen regisztrálnak a Fehérvár alkalmazásba, és onnantól kezdve a városkártyát is ingyenesen használhatják. Jövő héten indul egy kérdőív, ha valakinek van jó ötlete, hogy a bolti céges szolgáltatói kedvezményeket mivel lehetne kiegészíteni, akkor várják a javaslatokat. Mostantól látni fogjuk a városkártya elfogadó helyeket is, amit mi felregisztrálunk a szolgáltatás bevonásakor. Utána pedig látunk egy külön fület arra, egy külön opciót arra, hogy megnyissuk a városkártyát, ahol meg is jelenik egy gomb segítségével az az opció, hogy beolvassunk egy QR kódot. Amikor egy szolgáltató regisztrál a városkártya programba, akkor onnantól kezdve, hogy ő benn van az okos térképben is, generálhat magának egy QR kódot, amit a boltban, a kassa mellé, vagy itt tetszőleges helyre kihelyezhet. Ahogy az a buszbérleteknél is működik, a telefonon keresztül csak beolvassuk a QR kódot, azt beolvasva a pénztárnál már él is a kedvezmény. A cégek szolgáltatók részéről a jelentkezéseket az info@albainnovar.hu e-mail címen várják.